A Nyírbátori Kulturális Központ a Színházi Világnap alkalmából március 23-án ismét kulisszajárás szervezett a város 10-14 éves iskolásainak. A szervezők célja az volt, hogy a fiatalok ezen a rendezvényen keresztül egy kicsit jobban megismerhessék a színház világát. 1962 óta ünnepeljük a Színházi Világnapot. A Nemzetközi Színházi Intézet pedig 1978-tól minden évben felkér egy jelentő színházi alkotót arra, hogy fogalmazza meg gondolatait a színházművészetről. Ezt az üzenetet minden színházba eljuttatják, és előadás előtt világszerte felolvassák a teátrumokban. Az idén a Nyírbátori Kulturális Központ kulisszajárás megnyitóján, Rák Zoltán színművész előadásában hallhatták a diákok, hogy mit jelent ma a 21. században a színjátszás. Az oktatók a nap során négy, egyenként 20 fős csoportoknak adtak 4 x perces órákat. A kurzusokat a Nyíregyházi Móricz Zsigmond színház művészei tartották. A beszédtechnikai fortélyokat játékos formában Rák Zoltán adta át a nyilvánosság előtt nehezen megszólalni akaró kamaszoknak. Mindeközben egy másik csoporttal Munkácsi Anita énekes színésznő ismertette meg a helyes hangképzést és levegővételt az éneklést kedvelőknek. A színészetnek is van mestersége, legalábbis Gulácsi Tamás ezt próbálta érzékeltetni az érdeklődő gyerekekkel. A színpadi mozgás, esés és tánc szépségeinek és buktatóinak a megismertetésére pedig nagy Nagyidai Gergő színész vállalkozott. A rendezvény szünetében a megjelen diákok színházi totót töltöttek ki, melyel színházjegyet nyerhettek. Mint minden évben, az idén is remek hangulatban zajlott a sokadik kulisszajárás. Húsvét nagy szombatján, március 26-án délelőtt tartották az immár hagyományos nyuszi futást a városi sportpályán, amelyen a borús idő ellenére is közel 125-en vettek részt. Az óvodástól egészen az idősekig szinte minden korosztály képviseltette magát. Az 5 és 10 kilométeres távon túl az edzettebbek a félmaraton távot is bevállalhatták. A verseny győztesei és a résztvevők kupával, oklevéllel és kisebb ajándékokkal távoztak. A szervezők célja az volt, hogy a futást kedvelők is lehetőséget kapjanak a megmérettetésre, illetve népszerűsítsék a városlakók között a sportot, azon belül is a futás előnyeit. Gyerekzsivajtó volt hangos a nyírbátori fedeles lovarda és környéke március 28-án, húsvét hétfőn. város önkormányzatának és a Nyírbátori Lovas Sport és Hagyományőrző Egyesületnek a szervezésében és rendezésében húsvéti játszóház várta a gyerekeket 10-től 15 óráig. Gazdag és érdekes programkínálat várta a lovardába kilátogatókat állatsimogató kicsiknek és nagyoknak, kézműves foglalkozás a debreceni műveskezekkel, játszóház a lovardában körhintával, csúzdával és mászófallal. Ismét megrendezték a nyuszi futtató bajnokságot a fürgelápú nyusziknak a résztvevők legnagyobb örömére. Régi játékok kipróbálására is lehetőség volt csak úgy, mint a hímes tojás keresésre a kis erdőben. A vállalkozó kedvű gyerekek lovagolhattak, vagy a családdal sétakocsikázhattak. A rendezvényt támogatta Nyírbátor város önkormányzata, a Nyírbátori Lovasport és Hagyományőrző Egyesület, valamint a Nyírzem ZRT és Csoba Zsolt. Közös civil akció indult a Városközpont megújítására. 2016. március 31-én Csütörtökön egyeztetés folyt a posta előtti tér és a hivatal oldalában futó járda és fasor felújításáról. Az egyeztetésen a civil szervezetek, sportegyesületek és az érintett vállalkozások vezetői vettek részt. A program keretében az építkezés anyagköltségét, eszközeit, a növényeket az önkormányzat biztosítja, a munkálatokat pedig a város civil szervezetei és érintett vállalkozói vállalhatják. A program a Várossávállás évfordulóján április 29-én kezdődik. A fórum legfontosabb kérdése a hivatal oldalában lévő fasorfáinak cseréje volt. A jelenlévők egyetértettek abban, hogy a közel 15 éves fák túlméretezettek, és az üzletek számára is számos problémát jelentenek. Folyamatosan hullatják a virágokat, termésüket, vagy a levelüket. Túl magasan nőttek, ezért nincs életterük és nem túl esztétikusak, ráadásul folyamatosan szennyezik az épület csatornáit. Megegyezés született abban, hogy a fák cseréje során több fát ültetnek a járda mellé, és az új fafajtát a városlakók választhatják ki. A szavazás a Facebookon zajlott. A legtöbb szavazatot a korai juhar gömb és a mezei juhar cseppformájú fafajta kapta. Tisztelettel köszöntöm polgármester urat, az újabb polgármesteri percekben vagyunk, és hát 2016. március 30-án szerdán képviselőtestületi ülés volt ismét soron következő. Tíz napi rendi pontot tárgyaltak. Mik voltak a főbb kérdések? Köszöntöm én is a televízió nézőit. Valóban minden két hetente van polgármesteri percek, és minden második polgármesteri percek jellemzően azzal kezdődik, hogy testületülés után vagyunk. Én azt gondolom, hogy nagyon sok téma volt, mivel maga az anyag az interneten is és a televízióban is látható. Minden pontot nyilvánvalóan nem mondanék el. Én két fontos dologra hívnám vala fel a felalakosság figyelmét. Az egyik a rendőrség és a polgárőrség beszámolója volt. Több olyan kérdés felmerült egyébként, ami a lakosságot több szempontból is érinti. Igazából itt a tavasz közeletével nyilvánvalóan a közlekedési kérdések, a gyorshajtás, a trafipaxok, felmerült annak a kérdése, hogy a városban állandó trafipax van, ugye ez azt jelenti, nem az, hogy állandóan egy helyen van fixen telepítve egy trafipax, hanem van a városban és a város környékén, tehát a rendőrkapitányság üzemeltetésében egy készülék, amelyel folyamatosan mérik a gyorshajtókat. Nyírbátorban jellemzően a ki és utak mentén, egyenlően elosztva, hiszen Nyírbátorból öt úton lehet kibeljárkálni, és mindegyikre jellemző a, a nagy sebességgel történő nagy számú forgalom, és ezért nagyon fontos nekünk, hogy ezt valamilyen szinten ezzel a készülékkel próbálják mérsékelni. A rendőrség beszámolója és a polgárőrség beszámolója kapcsán is előjött egy igen fontos kérdés, amit minden alkalommal igyekszek elmondani a városlakóknak. Mi szeretnénk egy tévfigyelő rendszer képítésével összefüggésben egy új, nem csak ezt az elektronikus rendszert képíteni, hanem egy olyan együttműködést is a rendőrséggel, polgárőrséggel, közterületfelügyelettel és minden városlakóval, aminek az a célja, hogy ha már ki lesz építve ez a nagyszerendleg száz kamera, a is vezető utakat, közszerületeket, közterületeket, városi csomópontokat, fontosabb baleset, veszélyes kereszteződéseket vizsgálja, akkor ugye ezt már elmondtuk korábban, hogy a rendőrséghez is beleszkötve, ott van lehetőség arra, hogy a rendőrség alkalomszerűen nyomozati, tehát bűncselekmény esetében forró nyomon rá tudjon nézni ezekre a felvételekre, de igyekszünk úgy képíteni a rendszert, hogy az ott működő diszpécser központban is a szolgálatban lévők folyamatosan is rá tudnak nézni. Én bízom benne, hogy ennek is van egy visszatartó prevenciós hatása, és nyilvánvalóan ezért fontos, hogy a rendőrség, polgárőrség és különböző egyéb szervek között kialakuljon egy olyan együttműködés, hogy azon banális kérdésekben például, amiben sajnos az elmúlt években nem tudtunk eredményre jutni, de Például a, a sétányon lévő tóba fürdenek a gyerekek, akkor ki a nyavajának kell ott most akkor intézkedni, és nem feltétlenül a város lakónak, aki éppen arra jár, kell szolgálatba helyezni a saját magát, hogy kipaterolja a gyerekeket a medencéből. Tehát ezeknek a feltételeket szépen ki kell alakítani, mi van hétvégén, mi van hétköznap, mi van este, mi van akkor, ha iskolások randalíroznak, mi van akkor, ha turistákat, hogy mondjam, inzultálnak, vagy bármi egyéb. Ez nagyon fontos, hogy ezt megszervezzük, és én azt gondolom, hogy ebben mind a rendvédelmi szerveknek, mind a különböző civileknek komoly feladata lesz, úgyhogy erre nagyon nagy hangsúlyt fogunk fektetni, ami pozitívum, hogy a felek ebben együttműködést mutattak. A másik. Ami nagyobb érdeklődésre ad számot napi rendi pont között az az idős otthonnal kapcsolatos, még mindig a kistérség kiválása kapcsán lévő probléma. Nagyon röviden nyilvánvalóan tudja mindenki, hogy a kistérségből ugyan kiváltunk, de valamilyen oknál fogva, őszintén szóval a hátterét, mind a mai napig nem tudjuk. A bentlakásos idősotthon épületét és annak működtetését nem adta vissza a kistérség. akkor is elmondtuk, hogy több szempontból is fájó. Egyfelől a jellemzően ott nyírbátoriak laknak, tehát a nyírbátori lakosok hozzátartozói, betegei, idős embereit ápoljuk, gondozzuk ott, és azt gondoljuk, hogy az elsősorban nyírbátori önkormányzatának felelőssége. És ez most már egyre inkább érzékelhető, hiszen a legutóbbi testületülésen képekben is látszott, hogy sajnos az épület állapota ma már olyan, hogy azt komolyabb felújítást, komolyabb költségek nélkül olyan szintre hozni, mint amilyen szinten volt, amikor mi átadtuk. Én azt gondolom, hogy a kistérség erre ma már nem lesz képes anyagi erejénél fogva. Ö, és itt nem az a kérdés, hogy most ki mennyit költ erre az ingatlanra, hanem az a kérdés, hogy minél hamarabb olyan állapotba kell hozni az ingatlant, ami méltó ahhoz, hogy ott idős embereket ápoljanak, gondozzanak, hogy ott az idős emberek a mindennapi életüket éljék. Ebben a tekintetben én nagyon bízom benne, hogy a hatóságok be fogják azt látni, sőt abban bízom, hogy a kistérség is be fogja azt látni, hogy annak jó helyen az önkormányzatnál, tehát nálunk van. Én nagyon szeretném, hogyha ez, ebben az évben ez az utolsó nyitott kérdés is lezárulna, hiszen már minden egyéb kérdésben lezárult a mi köztünk lévő együttműködés. Nyilván az is elhangzott a testületülésen, ezt nem szeretném újból elmondani, de úgy tűnik, hogy valahogy nem tudott túllépni a kistérség ezen a kiváláson, hiszen a kiválásunk óta folyamatosak a feljelentések, a hatósági ellenőrzések. Én erre azt szoktam mondani a kollégáknak, hogy kitartás, az eredmények minket igazolnak, minden hatóság ellenőrzés pozitív, ránk nézve pozitív módon zárult, és én biztos vagyok benne, hogy ebbe azok a személyek, akik valamilyen módon szeretik ezt a névtelen feljelentést meg bejelentést, előbb-utóbb elfáradnak és rájönnek, hogy a hatóságok munkáját, azaz mindannyiunk közös pénzéből végzett munkát, hiszen a hatóságok az állami pénzből, az önkormányzat vagy a, a magyar adózók adófizető forintjaiból végzik a munkájukat, azt nem arra kellene költeni, hogy Nyírbátor hogy végzi a feladatát, Nyírbátor jól végzi a feladatát. Úgyhogy bízom benne, hogy belefáradnak ebbe a történetbe, és mindenki nyugodtan végezheti a dolgát. A többi napi rend is. Természetesen fontos és érdekes, hiszen az óvodai beszámoló volt, volt a, a szakmunkás képzőnek a, a, szakképzéssel és a vállalkozókkal való együttműködés, a duális képzésen milyen változtatásokat lehetne tenni. Ezek mind-mind fontos kérdések természetesen, de én ezeken most nem szeretnék tételesen végigvenni. Haladjunk akkor időrendi sorrendben. Másnap ismét egy nagyon fontos esemény volt, civil fórumot kezdeményeztek a helyiek között. Kik vettek ezen részt és milyen témában? Igen, Ugye korábban, azt hiszem tavaly előtt, meg az előtt évben volt érintett a szabadságtér rekonstrukciója. A szabadságtér rekonstrukciója kapcsán komoly civil felháborodást, vagy legalábbis jelzéseket kaptunk abban a vonatkozásban. Egyfelől, hogy nem lett volna szabad kivágni a fákat, másfelől pedig abban a vonatkozásban, hogy nem tájékoztattuk, és nem kértük ki az emberek véleményét. Én azt gondolom, hogy helyesen jártunk el akkor is. Szakmailag meg tudom védeni akkor is az álláspontunkat, de az ember hogy mondjam, lehet ebben a tekintetben belátó, és azt elfogadjuk, és igyekszünk, ahogy ígértük is, minél inkább bevonni a civil szervezeteket abba, hogy megkikérjük a véleményüket, és jelen esetben még a segítségüket is abban, hogy akkor bizonyos a város közterületével kapcsolatos rekonstrukció, átépítés kapcsán mi az ő véleményük. És egy klasszikus ilyen kérdés az az, hogy arra gondoltunk, hogy a két jeles esemény is lesz, Ebben az évben az egyik, vagyis hát időszak a tavasz folyamán, ami, ami, ami érintett, az egyik a, a föld napja, a másik pedig a várossá válásnak az évfordulója. És azt gondoltuk, hogy egy április végén ez két olyan időpont, amikor valamilyen olyan zöld projektet tudunk megvalósítani a civilekkel közösen, ami méltó ehhez a két eseményhez is, és ugyanakkor megmutatja, hogy igenis az önkormányzat és a civilek tudnak együtt mozdulni, egyetértenek bizonyos kérdésekben és kerestünk egy olyan felújításra szoruló történetet, ami, ami mindenkinek, hogy mondjam, a szívügye lehet. És mivel a szabadságtér felújítása megtörtént, ebből két kis szelet maradt ki, pontosabban három, de ezzel most az egyikkel nem tudunk foglalkozni. Az egyik itt a hivatal oldalában lévő járda fasor, a másik pedig a postával szembeni kimaradt zöld terület, aminek a rekonstrukció nem történt meg. Beszámoltam, valamennyi civil szervezetet érintett üzletet, boltot, tulajdonost elhívtunk erre a fórumra, és nagyjából elmondtuk, hogy mit szeretnénk. Ennek a részlete egyébként az interneten, a Facebookon megtalálhatók. Én egy nagyon fontos dolgot emelnék ki, ami nyilván megint csak kardinális kérdés, az az a fasor, amit be is mutattunk, hogy milyen, most már azt mutatom, hogy károkat okoz itt a járda mellett, hiszen kinőtte a helyét, ha lehet így fogalmazni. A kollégák próbálták úgy nyírni, visszavágni, hogy elférjen a fa, de ebből pedig egy olyan gnóm, nem teljesen, hogy mondjam, szép fasor alakult ki, ezért szerettünk volna mindenképpen ide egy új fasort ültetni, olyan fasort, ami illeszkedik a tájba, méretét tekintve elfér, és nyilvánvalóan többet ültetünk, mint amit kivágunk. Ez egy olyan alapfilozófia, amit ha mindig tartunk, akkor elméletleg egyre és egyre több fal lesz a városban. Itt is erről van szó, szóval nagyjából másfélszer annyit ültetünk, mint amit kivágunk. És azt gondoltuk, megegyeztünk közösen a civilekkel, hogy akkor a tervező javaslatára nagyságrendileg kilenc javaslatot adott a tervező, ezt az interneten keresztül megversenyeztettük, ha lehet így fogalmazni, szavazhattak a nyírbátoriak, hogy még fa a, nekik a legkedvesebb, és egyébként két juhar végzett az élen, egy korai juhar, ami ilyen gömb alakú, kis alacsony nevésű, másik pedig egy mezei juhar, ami pedig ilyen csepp formájú vízcsepp alakú. Én azt gondolom, hogy mind a kettő el fog férni ezen a kis szakaszon, durva 40 fát fogunk ültetni, tehát azért nem, nem kevés. És ami nagyon érdekes, hogy ezt az egész rekonstrukciót úgy akarjuk megcsinálni, hogy nem külső vállalkozóval, hanem az anyagokat, a növényeket, az eszközöket az önkormányzat biztosítja, és az egész rekonstrukciót a civil szervezetek, a civil szervezetek tagjaival, a sportegyesületek tagjaival, esetleg az iskolák bevonásával, tehát egy nagy közösségi programként szeretnénk ez, ez alatt, az bő egy hét alatt, amiről beszéltem esemény alatt, megcsinálni közösen. És így mindenki úgy érezheti, hogy egy kicsit része van benne, egy kicsit hozzátett a sajátját, és szerintem őszt közelebb hozza egymást az embereket, amire a mai világban én azt gondolom, hogy nagy szükség van. Na most, hogyha ezt a részét nézzük, akkor nyilván van a következő mondat, ami elhangzik, ha ezt most a tévében nézik a városlakók, hogy hú, ez nagyon jó, na pont ugyanilyen kellene nekünk ide, meg, meg oda, meg amúgy legalább 30 helyet fel tudnék én sorolni, ahol, ahol azt mondhatnám első blikre, hogy ez jogos, és, és ezt meg kell csinálni. És ezt is elmondtam ezen a fórumon hogy valóban van egy olyan uniós forrás, amiből nagyságrendileg, most nem összegszerűen, nagyon sok millió forintot lehet arra nyerni, hogy ilyen civil együttműködésekre kapjunk pénzt. Ennek az elkövetkezendő hónapokban össze fog állni egy programja, tehát én azt javaslom mindenkinek, ha ilyen típusú kezdeményezés, ötlete, javaslata, teljesen újszerű gondolata van, akkor keresse a hivatalban, a városfejlesztési csoportban az ott dolgozó munkatársakat, ha oda bemegy, akkor meg fogják mondani, hogy kihez tartozik, és ezeket a javaslatokat küldjék el e-mailen, levélben, személyesen a választott képviselőjük útján, tehát meg lehet keresni minden egyéni választókerületi kerületi képviselőt, el lehet neki mondani, lelkiismeretesen ők össze fogják ezt írni, behozzák és befolyjuk ebbe a programba építeni, ami azt jelenti, hogy az elkövetkezendő két-három évben ezekből a Ilyen egyszerű, de nagyon hasznos programokból készítünk egy, egy uniós pályázatot, és ezeket a kisebb fejlesztéseket meg fogjuk valósítani. Itt mindig elszokott hangozni a, a kutyatartóknak a, a, a kérdése, a sportolni vágyóké, az időseké. Én azt gondolom, hogy ebbe a történetbe, ezekbe a kis gondolatokba, ezekbe a kis programokba ez mind 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 mind, mind bele fog férni, és uniós forrásból meg fogjuk tudni csinálni az elkövetkezendő években. Hát akkor újabb lakossági kérdés. A Szentvér utcán két körforgalom fog kiépülni, mint ahogy azt az elmúlt adásban már polgármester úr el is mondta. Mégis felmerült a kérdés újból, hogy miért nem az Árpád utca és a Fáji csomópontján épül a körforgalom. Hát akkor tisztázzuk újra. Igen, itt most ez azért merült fel ez a kérdés, mert az Árpád úti csomópontban egy kisebb rekonstrukciót sikerült megvalósítani képviselő úr ezt már régóta mondja, kezdeményezés végre, ez, ez révbért ez a történet, és rögtön, ahogy erről beszámoltunk, jött a kérdés, hogy miért nem épül meg körforgalom, biztos azért, mert nem akarják, biztos azért, mert ellopták a pénzt, szóval én aztán mindenfajta gondolat a felszínre kerül, és én, én, szeretem ezeket tisztázni, mert, 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 hogy mondjam, nyílt szemmel bele lehet ebbe a kérdésbe tekinteni, mi mindent megtettünk ebben, én ahogy elmondtam korábban, már pályázatot adtunk be annak idén, ami nem nyert, utána csak azért nem tudtunk rá pályázni, mert közben a jogszabály megváltozott, és azt mondta, csak a magyar állampályázhat ilyen állami utaknak a felújítására. Azt is mindig elmondtam, hogy én ezt a most épülő két körforgalmat bármikor beáldozom azért az egy körforgalomért, de nyilvánvalóan ez sajnos nem lehet. Most is bent van a magyar közútnál engedélyes jogerős terveink vannak a körforgalom építésére, tehát én azt gondolom, hogy az, az önkormányzat a, a lehetőségei határáig elment ebben a kérdésben. Mégis azt mondom, hogy az igény az teljesen jogos. Most ugye összefügg ez a kérdés persze a két körforgalom építésével, ami tavasszal megtörténik, mert ennek az Árpád úti csomópontnak még nagyobb lesz a terhelése a forgalma. Most a kollégák egy olyan megoldást találtak ki, majd ha pontosan meg lesz, akkor még rajzban is be fogjuk tudni mutatni, hogy egy idéglenes körforgalmat fognak odaépíteni annak a csomópontnak a közepére. Az se lehetetlen, hogy ez jól működik, akkor megpróbáljuk kisírni, ki, hogy a szociális úgy mondták, kiharcolni, de mondjuk, mondjuk azt, hogy kijárni, vagy sokféle fogalom van erre, de kilobbizni azt a, azt a lehetőséget, hogy ha bizonyos irányból a kamionok bizonyos irányba történő forgalmát megtiltjuk, akkor könnyen elképzelhető, hogy ez az idéglenes kiskörforgalom egy, egy olyan idéglenes kiskörforgalom már válik, mint mondjuk a szovjet csapatok Magyarországon történő állomásosztatása, tehát itt marad vagy 50 évig aztán megoldódik a probléma. Tehát én most azt szeretném valahogy elérni, hogy mert ugyanis senkinek nem az a vágya, hogy egy gyönyörű szép körforgalom épüljön. Egy vágya van mindenkinek, hogy világos közlekedési, biztonságos közlekedési feltételek alakuljanak ki. Gyerekek közlekednek a zebrán, borzasztóan hosszú az a zebra, tehát ott az Árpád úti zebra az olyan hosszú, hogy nem lehet átlátni egy nyírbátori közlekedéshez szokott gyalogos és sofőr, az nagyon nehezen tudja a közlekedési viszonyokat ott beazonosítani. Aki Budapesten közlekedik sokat, annak egy ilyen csomópont nem okoz gondot, de jellemzően itt vidéki emberek közlekednek, ezért lassú a forgalom, busz is van, időszakosan borzasztóan terhelt. Egy jó kis, mini idéglenes körforgalom, mondom, olyan 40 évre, az akár meg is oldhatná ezt a problémát, úgyhogy igyekszünk ezen dolgozni, én csak mindenkinek a türelmét kérem, én azt gondolom, hogy azt nem nagyon kell bizonygatni, hogy ez a városvezetés, a valamennyire ebben maximálisan eltökélt, hogy azt minél hamarabb megoldjuk. Alapvetően az a gond, hogy nem önkormányzati útról van szó. Ha önkormányzati lennén, azt mondom, már régen túl lennénk rajta. Március elején turisztikai konferenciát tartottak a Bátori Várkastélyban, amelyet akkor Elekez Zoltán kezdeményezésére ö, indítottak el, és a nyitó napja az pontosan itt volt Nyírbátorban. Most Elekez Zoltántól újabb lehetőséget kapott Nyírbátor. Mi ez, polgármester úr? Igen, én mindig el szoktam mondani, hogy nagyon fontos, hogy helyben mindent megtegyünk, ami a városlakoknak fontos, és az a fajta szakmai lobby tevékenység, amivel igyekszünk a számunkra fontos dolgokban előre haladni, az is azért érződik, hogy van eredménye. Az egyik ilyen az a turizmus. És a turizmusról ha beszélünk, akkor nyilván a fesztiválok mindig terítékre kerülnek. Sokat beszéltünk arról, hogy hogyan miként szeretnénk a nyírbátori fesztiválokat, valamilyen állandó, magas színvonalú, a helyieket és a turistákat is, megfelelően kiszolgáló programsorozattá alakítani. Én azt gondolom, hogy az idei év is be fogja ezt bizonyítani, hogy jó irányba haladunk. És az is ezt igazolja, hogy a Fesztivál Szövetség nyírbátorban tart, kihelyezett ilyen jellegű konferenciát, és ami még egy pozitív dolog, hogy az alelnök úr lehetőséget adott arra, hogy a Hungarikum Fesztivál, ami egy elég nagy fesztivál Magyarországon, ez Szegeden kerül mindig megrendezésre, ott ebben az évben, ez augusztus 20-a környékére datálódik, ennek a fesztiválnak a díszvendége az nyírbátor lesz ebben az évben, ami azt gondolom, hogy egy elég komoly lehetőség arra, hogy megmutassuk az értékeinket, a hagyományainkat, a rendezvényeinket, a, a szolgáltatásainkat, és én biztos vagyok benne, hogy ki is teszünk magunkért. De nem egy könnyű feladat, nyilvánvalóan messze van, komoly infrastruktúrát igényel, ráadásul ugye az zenei napok záró eseményével részben ez fedi egymást. Tehát nem lesz egy könnyű történet, de én azt gondolom, hogy ilyen lehetőséget ki kell használni. Ennek az üzenete én azt gondolom, hogy felénk az, hogy a turizmusban, a fesztiválok szervezésében és ennek az egésznek a szakmai hátterében jó irányban haladunk, minőségileg megfelelő színvonalú fesztiváljaink vannak, és én bízom benne, hogy a jövőben is ez ugyanezen a szinten szépen megy tovább. Itt a tavasz kerti munkálatok megkezdődtek bizonyára a családi kertes házakban is. Megkezdődtek a meccések, hát ezzel együtt járnak a hulladékok is. Milyennek a szabálya? Mert ugye azért valaki elégeti, valaki elszállítatja. Hogy is megy ez? Ugye nagyon fontos, ez tavaly hoztunk ebben szabályozást. És azért hoztunk szabályozást, mert itt két dolognak kell megfelelni. Lehetőséget kell adni arra, hogy aki kertes házban él, vagy esetben, mint én is, az, az el tudja égetni azokat a kerti hulladékokat, amelyeket nem lehet komposztálni, és nem szállítanak el. Tehát nem arról van szó, hogy fűf, vad, virág, mindent elégetünk, hanem azokról a kerti hulladékokról van szó, ami nem komposztálható, és nem, nem szállítja el a, 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 a szállító cég. Ezeket a hulladékokat jellemzően tavasszal és ősszel el lehet valóban égetni. De ez nem lehet, nem történhet úgy, hogy közben a szomszéd nem tudja kinyitni az ablakát, főleg nyáron vagy tavasszal, mert, mert kinyitom az ablakot, vagy kiteszem a ruhát száradni, és akkor gyakorlatilag ö, kezdhetem előről a mosást, vagy olyan büdös lesz a házban, hogy utána három napig szellőztetek. És lássuk be azt is, hogy ez nagyon sokszor vitaforrás is a szomszédok között. Ami megint csak megéltük, aki kettes házban él, az legalább egy, de lehet, hogy 25 ilyen esetem már átesett. És ez nagyon sok bosszúság. Ráadásul sokszor nem is tudom, hogy honnan jön, csak érzem, hogy valami van, és már lehet, hogy a nyolcadik szomszédtól jön. Ezért fontos ezt tisztázni. És ezért mondtuk azt, hogy ilyen jellegű hulladékot időszakosan behatárolt módon március 1 tehát már lehet ilyet végezni, ápril, november 30-áig lehet ezt megtenni. És nagyon fontos, hogy késő este, amikor szellőztetek, amikor szalonnát sütök, amikor kerti partit rendezek, akkor a szomszéd ne büdösítsen be ezzel a dolggal. Ezért időben is behatároltuk ezt, ez 9 órától 17 óráig lehet. Tehát 5 órakor ez be kell, fe... 8 órától bocsánat, 17 óráig lehet. Ez 17 órakor be kell fejezni. De ezt úgy kell befejezni 17 órakor, hogy 17 óra után már ne füstöljön az avar, mert nem azt jelenti, hogy 17-kor még ráteszek 30 kiló lombot, aztán az úgy este éjfél, fél egy hajnal egyik ott szépen elpőcsikél, hanem 17 órakor a füstöt, a büdöst, a szagot meg kell szüntetni, hogy valaki ki tudjon menni az udvarra a gyerekekkel játszani, ki tudja nyitni az ablakot, hogy éjszakára kiszelőztessen, és sorolhatnám azokat az egyébként normális tevékenységet, és az panelban is igaz, tehát ha van mondjuk a fájúti lakótelep, ha én az Árpád utca elején egy frankó avartüzet csinálok, hát ott körülbelül ezer lakást be tudok büdösíteni egyetlen egy éjszaka. Mondjuk egy nyári nagy melegben ez kifejezetten jól jöhet, és ebből óriási káoszok lehetnek. Én azt mondtam, hogy ezt hétvégén meg lehet oldani. Akinek a hétvégén nem jó erre, az meg hétköznap kivesz egy nap szabadságot, szépen ezt a feladatot elvégzi, előző nap összekészíti, amit el akar égetni, és akkor túl tudunk lenni ezen a történeten. Én arra kérek mindenkit, hogy ezt próbálják meg betartani, a, a, hogy mondjam, a jó együttélés érdekében, mert azt is tudni kell, hogy ebből mindig feljelentések, bosszúságok, veszekedések, és olyan viták alakulhatnak ki, ami utána megmérgezi az együttműködésünket. Ezért hoztunk ebben ilyen szigorú szabályokat, de ha belegondolunk, a másik oldalról, amikor mikor nekünk ez mondjuk hasznos lehet, mert mondjuk tényleg mi akarunk egy barátokat fogadni hétvégén, szombat estére, akkor, akkor nem mindegy, hogy a szomszéd közben mennyire égeti ott a hulladékot, úgyhogy próbáljuk meg ezt betartani, ezt kérem mindenkitől a hulladékszállítás is lett a testület el is fogadta. Ennek a kezdeményezését április 15-től november 15-ig lehet a zöld hulladékot elszállítatni. Hogy is megy, és ennek mi a módja? Ugye nagyon fontos, hogy ezen változtattunk, próbáltuk minél kiebb tolni. Ez azt jelenti, hogy a jövő héttől már lehet kitenni a zöld hulladékot jellemzően zsákban nincs mennyiségű korlátja, és minden héten el fogják szállítani. Nagyon egyszerűen azt tudom mondani, hogy hétfőn viszik el a kukáját, az csütörtökön tegye ki, aki kedden viszik el a rendes kukáját, az meg pénteken tegye ki a kerti hulladékot, és, és el fogják vinni. Ha nincs, akkor nem kell, ha sok van, akkor ki lehet több zsákot is tenni, el fogják vinni. Én bízom benne, hogy ez az időtáv, tehát már április 15-től november 15-ig az elegendő, ez felmerült kérdésként, hogy mi van, ha meleg van ősszel, akkor lehet, hogy a fa csak november végén hullik le. Én erre azt mondtam, hogy a szolgáltatóval én biztos vagyok benne, meg lehet azt beszélni, hogy még novemberben még két hétig két kör szemetet vigyen el. Decemberben meg már nem szoktunk ezzel foglalkozni. Én szerintem ez megoldja ezt a kérdést, mint ahogy az is érzékelhetően változás történt, mert ezzel is voltak panaszok, hogy a szelektív hulladékgyűjtő szigeteknél jelennek meg még mindig olyan időszakok, amikor szemét van. Én kérek mindenkit, hogyha ilyet tapasztal, akkor a mi kft vezetése felé ezt jelezze, ugyanis most már rendszeres a hulladékszállítás, tehát nem havonta egyszer visszük el a szigeteket, hanem hetente egyszer vagy kétszer. Én mindenkit arra ösztönzök, hogy mind a házánál, mind pedig ezeknél a szigeteknél gyűjtse a szelektíven a hulladékot. És nem megyek most abba bele, hogy ez miért fontos ö, hosszú távon. Én azt gondolom, hogy a feltételeit ennek kialakítottuk. Ha valahol ezzel panasz van, akkor azt megjelezni kell, ahogy szokták mondani néma gyereknek, anyja se érti a szavát. Igyekszünk mindenben megfelelni. Nem kell több félne, azért vannak a szolgáltatók, hogy, hogy teljesítsenek. Ha valahol ebben kritika van, akkor azt nem egymás között kell panaszként megbeszélni, hanem fel kell hívni erre a hatóság figyelmét, és én biztos vagyok benne, hogy a hatóság, tehát jelen esetben a KFT, aki elszállítja a szemetet, az intézkedni fog, hiszen neki ez a dolga. Egyébként a nyilvántor.hu oldaláról letölthető a hulladékszállítás naptára tájékoztatóval együtt, tehát egész nyugodtan az ki is lehet nyomtatni, ki lehet tenni a háztartásokban, és akkor mindenki értesülhet róla napi szinten. Polgármester úr, köszönjük szépen a széleskörű tájékoztatást, további jó munkát kívánunk! Köszönöm szépen én is a figyelmet! Sok érdeklődőt vonzott a jó idő a Nyírbátori Városi Piacra vasárnap délelőtt, ahol nem csak a szokásos árucikkek voltak jelen, hanem már a fólia sátrakban nevelhető palántákból is sokfélét lehetett találni. Nem csak vásárló, hanem számtalan kisgyermekes család is kilátogatott, hiszen most vasárnap a hagyományos piac mellett a minden hónap első vasárnapján esedékes kisállatvásárt is megtartották. Többféle kisállatból és kicsinyeikből választhattak az érdeklődők. Volt sokféle baromfi, tenyészgalamb, aranyhal és aranykárász, zebrapint és papagáj, nyuszi, kiskutya és törpehörcsög, sőt még a gyerekek egyik kedvenc meséjének a Nils Holgerssonnak a hőse, Márton Lúd is jelen volt. Tisztelettel köszöntjük a nézőket innen a Kulturális Központból, ahol a beszélgető partnerem Vona Éva, a Kulturális Központ művészeti vezetője, és őt szeretném megkérni arra, hogy egy kis ízelítőt a tavaszi programokból ajánljon a lakosoknak. Bizony megint úgy készültem, hogy jócskán van előttem néhány lap egy kis segítségképpen, hiszen az áprilisi-májusi hónapunk egyben zárjuk is az évadot, és nyitjuk a nyarat, tehát bizony van bőven programunk. Tehát április 11-én a költészet napján, a Nyírbátori Kulturális Központ Klub 68 kávéjában egy falvi költőt köszönhetünk, oly módon, hogy a nőegylet szervezésében a Református Iskola tanulóinak közreműködésével egy nagyon helyes beszélgetős est lesz a költészetnapja tiszteletére. Másnap folytatjuk ezt a, ezt a megemlékezést, hiszen egy olyan újdonság lép a színpadra. A Nyírbátori Ustics Attila, Ustics Pepe, Uztics Dani, tehát a három Ustics nyilván zenés műfajban, megzenésített versekkel, prózákkal, is természetesen vannak vendégeik, akik a prózát, illetve még a segéderő a zenében, tehát talán azt hiszem dobos érkezik hozzájuk. Tehát egy nagyszerű kortárs költők műveiből összeállított anyagot hoznak hozzánk, ez pedig április 12-én, 11 órától lesz itt a színházteremben. És azt is hozzátehetjük, hogy a vízvilágnapja alkalmából megrendezett versenynek a végeredménye lesz még majd itt kiállításként megtekinthető. Nézzük tovább, tehát április 12-ét elmondtuk. Április 14-én az Orlai produkció érkezik hozzánk, mégpedig a Szívhídjaival. Azt mondhatom, hogy az idei évadban a színházi előadások kivétel nélkül telt házasak voltak, és már most ez sem a reklámhelye, hiszen az udvaros Dorotya főszereplésével megrendezésre kerül előadás, azt hiszem, hogy egy rendkívül színvonalas és nagyszerű előadás lesz, úgyhogy már most talán. Csak a felső sorban van még néhány helyünk. Tehát a szív higgyai a nagy sikerű film színpadi utóérzése. Április 16-án 40 éves a zeneiskola, és ennek tiszteletére rendezít a zeneiskola kulturális központban 15 órától a emlékünnepségét így van. Április 23-án a Hagyományok háza ismét nyitva áll. A Szent György napi játszóházon természetesen a méveskezek segítségével papírsárkány lesz, ez szerintem nagyon élvezik a gyerekek, lehet, hogy lesz egy kis szél is hozzá majd, illetve a táncosok Sipos Eszter vezetésével táncház, ahol moldvai páros táncokat fognak tanulni az ideérkezők. Közben itt néhány ami nem volt még plakátunk, azt is elmondom, hiszen április 20-án az egyik osztályterem színházi előadása, a Kerekasztal Színházi Társulásnak lesz a, a Hosszabbik Út című előadása. Ezek mindig nagyon izgalmas dolgok, hiszen egy osztályközösség jön megnézni az előadást, akik jól ismerik egymást, egymás véleményét, és így megnézik az előadást, majd utána egy drámapedagógiai foglalkozás keretében földolgozzák azt. Talán a május elsőjéről kellene akkor még hosszabban beszélnünk, hiszen... Így van, hát itt a jó idő, itt a tavasz, újra megrendezésre kerül hagyományosan a Városi Majál és a Papok és nyilván itt is tartogattok valami kis előzetes programot, amivel lehet esetleg készülni, illetve ott látnivalókat. valókat. Mik lesznek ezek, Éva? hagyomány szerint, tehát úgy kezdjük a napot, hogy hajnali zenés ébresztővel, a fúvósok segítségével és a lovas egyesület segítségével a várost bejárják, és jó hangulatú zenés ébresztővel köszöntik a városlakókat. Majd 10 órától a papok Rétjén indul a program. Itt mindenféle gyerekprogram, a balettes kislányoktól kezdve a Csodamalom bábszínházon át. Nagyon sok érdekes és izgalmas program, olyan, ami leköti a gyerekeket és a felnőtteknek pedig lehetőséget arra, Lehetőséget ad arra, hogy a főzőbajnokságban részt vegyenek, amire a nevezési határidő április 22. Ezeknek a plakátjai már kint vannak, tehát már most lehet gondolkodni abban, hogy mivel uh, fogják majd egymást szórakoztatni, és milyen finomságot fognak majd főzni a felnőttek. Uh, a tavalyi évben már útjára indult a. a ez a díszes serleg, a, leg, a legjobb főzőcsapat díszes serlege, ami egy vándorserleg, tehát idén várhatóan már más fogja megkapni. A vándorserleget már bekértük, tehát az már biztosan itt van. Az estét pedig a Mystery Gang fogja zárni, tehát érdemes megnézni majd a plakátjainkat, az információkat, a programokat, hiszen nagyon sok izgalmas és nagyszerű program várja május 1-én a papok Rétyjére látogatókat. Nyilván az évad végére is tartogató fantasztikus előadásokat. Hol kaphatnak -e erről bővebb információt a nézők, illetve nyára mit tartogattok, éva igen, tehát megy tovább az élet, tehát mindig, amikor lezárunk valamit, akkor rögtön kikerül a következő plakát. Ezt mindig itt a kulturális központ üvegfalán lehet látni, hogy nincs üres felület. Ahogy lejött az egyik, ahogy véget ért az egyik esemény, azonnal kerül a helyére a következő. Tehát információkat pedig a www.kulturálisközpont.com oldalról lehet bővebb információt szerezni, illetve a kulturális központ Facebook oldaláról, ahol mindig napra kész friss információkat találnak az érdeklődők. Természetesen májusban sem áll meg az élet, hiszen nagyon sok izgalmas dolog lesz, és nem is akarok belemenni a májusba részletesen, csak az utolsó bérletes gyerek előadásunkat említem, a Ciróka színháztól a Rigó királyt, ami szerintem egy gyönyörű, bájos előadás lesz, és a romance.com Jordán Tamással és Molnár Piroska főszereplésével a tavalyi Vidor előadáson, Vidor Fesztiválon láttuk, fantasztikusan bájos, tüneményes mindenkinek ajánljuk, illetve június 21-én az Experidens jön hozzánk az évad zárásaként, a nyár nyitó előadásaként az 1001 évvel. Ezekre is már jegyek kaphatók a jegypénztárban. Köszönjük szépen, Éva. Esetleg még a nyári fesztiválokról tudsz -e nekünk valami bővebb információval szolgálni? Igen, így van. A három nagy fesztivál lesz Nyírbátorban a nyáron. A hagyományos Szárnyas Sárkány utca színházi fesztivál július 8-án, 9-én, 10-én. A három nap alatt nagyon sok olyan fellépő lesz, akik egy, egy része már volt vendég az elmúlt 23 év során Nyírbátorban, vagy pedig új felfedezett előadások, és már előtte, a fesztivál nyitása előtt már a tojás ott lesz a papok rétjén, onnan a kis sárkány ki fog kelni, tehát érdemes lesz majd a gyerekekkel már egy héttel a fesztivál előtt a papok rétjére látogatni, és együtt várni a sárkány kikelését. Tehát ez július 8-án, 9-én és 10-én lesz. Majd jön az 50. zenei napos fesztiválunk, ahol megint csak érdemes talán néhány szót mondani arról, hogy mi várható. Július 30-tól augusztus 19-ig. Igyekeztünk az országban megtalálható, neves, szórakoztató, klasszikus, tehát olyan, olyan produkciókat összeválogatni, ami mindenkinek talán azt hiszem, hogy, hogy kedvére való lesz. Lesz itt karamel uh, koncert, a Kodály Filharmonikusokkal, de lesz jazz, a Budapesti Jazz Orchestra, tehát sok izgalmas dolog. Lesz uh, a Budapesti, uh, igen, Budapestről, tehát a Jazz Orchestra, uh, Miskolcról a Filharmonikusok, tehát sok izgalmas dolog, illetve egy olyan különleges előadást hoz most az Experience, aminek nemrégiben egy hónapja sincs, volt a bemutatója. Az Omega eh, nagy slágereit, 21 Omega slágert dolgoztak föl egy musical eh, formájában, és nyilván a, a táncosok, tehát a 21 21 vagy 27 táncos zseniális koreográfiával kíséri végig ezt a, ezt a musicalt. Tehát azt gondolom, hogy ez is egy nagy robbanás lesz. Nyilvántori lakosoknak még azért tartogatunk nyár végére is. Igen, így van, hogy ne teljen aztán végképp az iskola előtti hét sem unalmasan. Augusztus 27-én és 28-án lesz a Gasztrolovas Fesztivál, Tavaly volt az első alkalommal megrendezve, és nagy sikere volt a rossz idő ellenére, és nagyon sokan látogattak ki a fedeles lovardához. Itt pedig kifejezetten lovas programok, a pusztai rókák, olyan nevekkel ismerkedünk meg tényleg mi is, ami eddig nem vágott a profilunkba, de hagyományőrző lovas csoportok, csikósok, rittyentősök, és a pusztai rókák természetesen, amit már mondtam, illetve zenekarok, buli gyerekelőadások, tehát ezt fogja majd várni augusztus 27-én és 28-án, a nyár zárásaként a nyírbátoriakat és a környéken élőket. Éven nagyon szépen köszönjük a tartalmas és bő információt, kívánunk a Kulturális Központ vezetőjének, művészeti vezetőjének és munkatársainak további és nagyon jó munkát, és természetesen a lakosoknak pedig azt kívánjuk, hogy mindenképpen látogassanak el vagy a Kulturális Központ előadásaira, vagy pedig a város rendezvényeire. Köszönjük szépen!